Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót tartottak az Ajkaváros 800 éves évfordulójával kapcsolatos eseményekkel, tervekkel kapcsolatban. Mai magazin műsorunkban elsőként erről számolunk be. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai sajtótájékoztatón, amit azzal a céllal hívtunk össze, hogy a sajtó segítségét kérjük egy olyan programsorozat nyilvánosságra hozatalában, ami már hónapok óta zajlik a Városházán és az egyes városrészekben. A programsorozatnak az a neve, hogy az első 800 év. Ez is, mint minden Ajkán, filozófiai alapokra helyeződik, de ezt nem én mondanám el most, hanem polgármester úr, aki, mint a zsűri elnök helyettese is, ennek a történetnek az egyik főszervezője. Tehát ahogy a Sándor említette, arról van szó, hogy 1214-ben írták le először Ajka nevét, az írásos forma ettől számítandó, és ez akkor is 800 év, hogy mellette bizonyos városrészek már idősebbek Ajkánál, például a Padragi városrész, vagy másokat is említhetnék. De mi most ennek az együttesnek, amit ma Ajkának neveznünk, ennek a városnak a 800 évét szeretnénk megünnepelni, és erre egy városi szintű játékot, versenyt hoztunk létre. Minden városrész ebből a 800 évből előad valamit, vagy egy jelenetet, vagy egy történetet, vagy olyan eseményt, ami az ő 800 évéből az egyik legjelentősebb. Ezt a zsűri értékeli és pontozza, és ezt követően alakul majd ki a győzteseknek a mezőnye. Szeretnénk, ha mindenki győztes lenne, és mindenkit arra biztatunk, hogy induljon el ezen a versenyen. Miért fontos ez? Ugye Ajkának ma az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a városi identitást, a városhoz tartozást, azt fokozzuk, erősítsük és minden eszközzel szolgáljuk. Ezt úgy gondolom, hogy számtalan programunkban az ajkai lakós az megízlelhette, megtapasztalhatta. Ennek a programnak is ez a legfontosabb célkitűzése, hogy fokozzuk a városi városhoz tartozást, a város intenzitását, és ezt aképpen tesszük, hogy a régi város részek lakói adják elő ennek a különböző eseményeit, módszereit. Ez a kettő, ez nyilván nem mond így ellent egymásnak. Először is megszerveztük azt a stábot, mindegyik város részből azokat az embereket összehívtuk, akik majd saját tekintélyükkel, saját személyiségükkel az adott település rész csapatkapitányai lesznek. Ők maguk mellé szerveztek csapatokat különböző létszámban. Ez volt a törzs. Ugyanakkor feladatul kapták azt is, hogy a saját település részükről delegáljanak egy olyan embert, aki ennek a történetnek a zsűriében lesz, történetnek az egyik részében. Mert nem csak arról szól a játék, hogy mindenki egy-egy programot készít otthon saját magának, és kisorsolt időpontban, szeptember 7-től kezdődően, hol szombaton, hol vasárnap, az általuk választott helyszínen ezt a programot bemutatja, hanem többek között egy film is készül erről a történetről, mert az még eddig nem hangzott el, hogy nem csak 800 éves most Ajka, hanem 55 éve város. Ez is egyfajta évforduló. Ez a film már forog. Az Ajka Városi Televízió már forgatja a máról szóló részeket, tavasztól kezdődően, az lesz a filmnek az egyik fele. A másik fele pedig ezekből a programokból, műsorokból fog összeállni. És van még egy harmadik szála is a dolognak, hogy az feladatul kapták a településrészek, hogy forgatókönyveket elég gyorsan egy hónap alatt állítsanak össze,
Ezeket a forgatókönyveket mi megkaptuk, a már frissen megalakult zsűri mindegyiket megvalósításra alkalmasnak találta, sőt már tovább is küldtük őket. Ugyanis a Pannon Várszínház igazgatója, az Ajkán Méltán népszerű Vándorfi László ebből műsort ír. Egy darab gálaestet ír, és tanít be a saját színészeinek, illetőleg, mint 5 évvel ezelőtt, az itteni gyerekekkel, vagy felnőttekkel, kórusokkal, táncosokkal készít egy 50 perces műsort. Tehát ez egy újabb szelet ennek az egésznek. Na de mit ér mindez cél nélkül? A város vezetése nagyon komoly célokat, nagyon komoly díjakat, nagyon komoly anyagi eszközöket helyezett kilátásba, hirdetett meg, de ezt szerintem ne én mondjam el, hanem a gazda, azaz a polgármester, illetve a zsűri elnök helyettese. Valamennyi induló, aki részt vesz ezen a versenyben, 2 millió forint hozzájárulást kap. Ez a díja az indulásnak. Ezt szabadon döntheti majd el, hogy ezt mire használja fel. Az első 3 helyezettet azt külön is szeretnénk díjazni. Ugye az első díj az 9 millió forint lesz, a második díj az 6 millió forint, a harmadik díj pedig 4 millió forint. Tehát azt gondolom, hogy ezek olyan nagyságrendek, ami miatt érdemes mindenkinek részt venni, tehát leginkább érdemes lesz majd győzni, hiszen a 9 millió azért az lényegesen több, mint a 2 millió. Érdemes lesz versengeni, és hát ugye a Sándor említette, hogy mindenről film készül, gála műsor készül, igyekszünk ezt az utókornak is megörökíteni, hiszen mi egy korrajzot fogunk most előadni, pontosabban 2-t. Egyet előadnak majd a városrészek a 800 évből, egyet meg majd mi adunk elő ezzel az egész rendezvénysorozattal, amit ugye a televízió és a film segítségével megörökítünk. És hát remélem, hogy ezt a fő célkötözésünket, amit az elején említettem, az identitásfokozását mind a két eszközzel szolgálni tudjuk. A zsűri meghatározta az egyes verseny elemeknek a pontozási szisztémáját is. Tehát meghatározta az igen tisztelt zsűri azt, hogy egy-egy programért, egy-egy műsorért, mert általában műsorokról van szó, főként műsorokról van szó, mik az értékelés szempontjai. Legtöbb pontot az identitás nevű műszó illeti, vagy éri, az azt jelenti, hogy a történelmet a saját településrész szemén, szemüvegén keresztül mutassa be, tehát nem arra van szükségünk, hogy megnevezek mondjuk egy településrész, hogy annak az általános iskolásai Kossuth nótákat fognak énekelni, és arról mesélnek, hogy Petőfi mit csinált 1848-ban, hanem az adott általuk kiválasztott és forgatókönyvbe rögzített időpontban ők mit csináltak, náluk mi történt. Tehát ezt értjük identitás alatt. Értékelési szempont lesz a nézőszám. Ugye azt határozta el az igen tisztelt zsűri, hogy az a településrész, amelyik éppen aznap szerepel, az ő zsűri tagja nem pontoz. A többiek igen, ő nem. De neki is van feladata. Lelkiismeretére hallgatva azt mondani, megmondani, hogy hány néző vett részt a programikon. Vagyis ők saját maguk szervezik a közönségüket is, és az is pontszámot ér. Fontos lesz a korhűség. Tehát 48-as történetben nem lehet tanácsköztársasági ruhákban megjelenni. Fontosak a kísérő programok, mert azt szeretnénk, hogy minél többféle, több ágú legyen a dolog. Nem határoztunk meg semmit, hogy mi történjen. Lehet az disznóölés, lehet az kirándulás, lehet az kiállítás, sok minden más lehet, de ez külön programpontot fog, tehát zsűripontot fog érni. Fontos a propaganda. Ez is pontozási kritérium. Hogy ők saját maguk hogyan szervezik meg azt, hogy a város minden település részén lehető legtöbben tudjanak erre. És van egy 6. különleges szempont. A polgármester úr már említette, hogy a zsűri elnöke egy közismert művészember lesz.
neki adunk külön egy elnöki pontkeretet, ő saját maga az egyes történéseket lepontozhatja. Mindezt mi nagyon nyilvánosan szeretnénk lebonyolítani. Ez alatt azt értjük, hogy a szintén körünkben tartózkodó Csonka Imrét ugyancsak meghívtuk erre a sajtótájékoztatóra, mert azt szeretnénk tőle kérni, hogy az ajka.ma honlapon nyisson egy külön fejezetet saját szíve és elképzelése szerint, ahova mi minden információt, legelőször is az elkészült forgatókönyveket, az összes nevet, tehát hogy kik a csapatkapitányok, kik a zsűritagok, mindent szeretnénk felrakni, és felkérünk kettő fotós kollégát is, pontosabban megkérjük az Imrét, hogy kérjen fel két fotós kollégát, akik az egész esemény sorozatot végigfotózzák, és a végén tán egy albumra is futni fogja. A próbákra kimennek, próbafotókat készítenek, az előkészületektől kezdve sok mindenről. Sándor említette így a rendezvény sorozatnak a külső jelképeit is. Ehhez azt tenném hozzá, hogy készül majd egy logó ennek a rendezvény sorozatnak a megjelenítésére, és időközben ugye megbízást adtunk olyan megformálásra, hogy a mi tanácstermünknek a falára felkerülnek a városrészek címerei, és még az előző időszakból nem mindenütt tudtuk teljesíteni, hogy a városrészek bejáratát is hát ellátjuk ezekkel a címerekkel, úgyhogy ebben az időszakban, vagy erre az időszakra, amikor ez elindul, akkor már ez is látható lesz.